Igen, nyugodtan. Úgyis az Attilának a nagymamája, ugye, hogy tetszik lenni? A nagykőrösi termelői piaszcsarnok árusai már arcról felismerik vásárlóit. Ez a családias légkör is hozzájárul ahhoz, hogy itt mindig nagy a forgalom. Mindent megkapok. Itt tényleg a hústól kezdve a zöldségféléig, és minden szép és jó. Én nagyon szeretem. Sokkal jobb, frissebb árut kapunk, meg jobban bízik az ember a kistermelőibe. A város 1000 négyzetméteres csarnokát tavaly újították fel, csak nem 650 millió forint állami támogatásból. Az agrárminiszter azt mondta szombaton tartott sajtótájékoztatóján, az elmúlt években a kormány országszerte több mint 6 milliárd forinttal támogatta az ilyen termelői piacok kialakítását, amelyek egyre népszerűbbek. A cél az volt, hogy késztessük a helyieket, a helyi termelőket arra, hogy műveljék meg a kertjeiket. Késztessük őket arra, hogy ne adják fel a földjeiket, akármilyen kis területről van szó, hanem mindazt az értéket, amit azon elő lehet állítani, azt állítsák elő, és tudják az emberek számára rendelkezésre bocsátani. Óriási jelentősége van ennek. 2012-ben még 117 darab termelői piac volt, mára 2,5-szereződött, hiszen 298 darab ilyen termelői piac van az országban. A kormány szerint az, hogy a termelők helyben értékesítik termékeiket, hozzájárul a közösségek megerősítéséhez, és a vidék fejlesztését is elősegítik. 2012 óta léteznek a termelői piacok, hiszen akkor hoztuk ezt a kategóriát létre éppen azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsünk a helyi kistermelők számára, hogy a saját termékeiket tudják árusítani, és ezzel nem csak ők tudjanak egy biztosabb megélhetéshez jutni, hanem egyébként a vidék fejlesztését is szolgálja. Ezekre a piacokra maximum 40 kilométeres távolságból érkezhetnek a termékek, így a vevő is biztos lehet abban, hogy az áru friss és egy közeli gazdaságból származik. És az is biztos, hogy így kisebb a szállítás okozta a környezeti terhelés.